A sár első rétege. A sárfalak alapanyagának elkészítését a keverőgödör kiásásával kezdjük. A humuszréteg eltávolítása után kialakuló gödörben az első körben nagyjából 10 cm vastagságban terítjük el az agyagot, amelyet fokozatosan locsolunk be vízzel, majd kapával elkezdjük átvágni a rögöket. A rögök átvágásával tudunk gondoskodni az anyag teljes feloldódásáról, hogy a munkafolyamat végére egy egyenletes, feloldott masszát kapjunk. Ugyanezt a folyamatot segíti a gumicsizmával történő taposás is, melyel szintén a rögöket igyekszünk felaprózni, ezzel is csomómentesebb, egyenletes alapanyagot hozva létre. Amikor a vizet és az agyagot már kvázi egyenletes masszává gyúrtuk, akkor elkezdjük ráhordani a növényi adalékanyagot, ami jelen esetben körbálából bontott szalma. A soványítás, azaz a nagy mennyiségű víz hozzáadásának értelme az, hogy így az anyag száradás során nagyobb alakváltozásra lesz képes. Az ebből keletkező repedéseket kell ellensúlyoznunk a szalma hozzáadásával. A szalmát a sár tetején 3-5 cm vastag rétegben elterítjük, majd gumicsizmával elkezdjük betaposni egészen addig, amíg egy egyenletesen elosztott réteget nem kapunk ebben a 10 cm vastagságban. Célszerű valamilyen logika szerint folyamatosan egyik irányból a másik irányba haladva taposni, hogy ne maradhassanak átdolgozatlan részek. A szalma teljes rétegben való bedolgozásával a sár már kész alapanyagnak tekinthető. A sár második rétege. Ha a munkafolyamatok több anyagot kívánnak, akkor további rétegeket készíthetünk a korábbi metódust megismételve. 10 cm-es fölterítéssel és a víz folyamatos hozzáadagolásával. A sárfalak hagyományosan helyi szerkezetek voltak, azaz az építkezés helyéhez minél közelebbi helyen fejtették az alapanyagot, és egyből még földnedvesen el is kezdték a sár készítését. Jelen esetben azonban, mint napjainkban általában, messzebből érkezett az alapanyag. Föld és a víz terítése után újra kezdjük a taposás folyamatát, azaz a rögök fokozatos és gondos áttörését, eloszlatását. A taposást is segítendő, folytatjuk a készülő sár felásztatását, a soványítást is. Thank you.
Régi leírások szerint a jósár onnan ismerhető fel, hogy az a gumicsizmáról lecsúszik, és nem ragad a csizma szárára. Ezt az állapotot kell elérni a fokozatos és alapos taposással. Újra töreket is keverünk az anyag közé, egyenletesen eloszlatva azt a sár felületén. Mivel a cél elsősorban a soványítás és a száradási repedések csökkentése, a rövid, tört szálú szalma is tökéletesen megfelel erre a célra. A szalmaszórás után újra a sár eldolgozása következik, a szalma egyenletes eloszlatásával egészen a homogén sár alapanyag eléréséig. Végeredmény. Érdemes ilyen módon egy nap alatt bedolgozható anyagot egyszerre elkészíteni, ami elegendő lehet a következő nap, azaz némi szikkadás után a megépíteni kívánt szerkezetek kialakításához.